Jó napot kívánok kedves hallgatóknak, és boldog új évet kívánok a hunoknak, mert hogy március 21-ével volt az új év, ugye nálunk a kossal kezdődik. Hát olyan butaságnak tűnik, hogy ha átörben mi ilyesmi. Csak úgy mondanám, édeseim, hogy az egész világ ezt használja, csak szélhámoskodnak. Gondolj csak arra, hogy az olaszok hogy mondják a hónapokat. Már az hetedik hónaptól kezdve, szeptembre, ottobre, novembre, dicsembre. Így mondják olaszul. Na most a sette, otto, nove, dieci. Tessék majd észrevenni. Hát ha nem tetszik észrevenni, ez 1, 2, vagy 7, 8, 9, 10. Tehát a december az még dicsembre, az a tizedik hónap a december. Hát ugye velek is probléma van, és akkor jön még utána a január, február, de még az is elcsúszott már, ugye, mert 21-ig még 3 hetet elcsúszott már, mert hogy a csillagokhoz képesti év más, mint a, hogy melyik, hol kell fel a nap, melyik csillagképbe kell fel a nap, az még körbeforog, hát jó hosszú idő alatt, de körbeforog, majdnem 26 ezer év alatt egyet fordul, és akkor hát ez aztán egy ilyen érdekességet vált ki, tehát a lényeg az, hogy nálunk a márciussal kezdődik az év, és csak úgy más nem mondjak, ugye hát az asztrológiában, ami egy tudománytalan tudom, tudom, de az a nagyon érdekes, hogy annak ellenére, hogy nagyon tudománytalan, és hallottam olyat, hogy ilyen csillagász, aki a napról tartott előadást ilyen természetgyógyász kongresszuson, vagy mi a csodám, ott voltam, és az nagyon érdekes volt, hogy azt mondta, hogy hát ugye mindjárt úgy kezdte, hogy itt mindenki hülye, ugye, mert ezek itt ilyen természetgyógyászok, ezek ugye mind hülyék hozzám képest, mert például az asztrológiában a nap az nem is szerepel. Na most az az egyes számú objektum az asztrológiában. Tehát innen látszik, hogy annyira beképzelt és hülye gyerek, hogy még egyszer sem nézte meg, hogy mi van az asztrológiában. Csak így visszaszól, hogy hát, mint hülyék vagytok. Igen, hát ez nekem, én is hajlamos vagyok ilyenekre, én tudva tudom ezt, de a lényeg az, hogy a kossal kezdődik az asztrológia, az pedig március 21-e környékén van. Tessék, parancsolj! Kicsit térjünk vissza erre, hogy mikor kezdődik a pénzügyi év. Tehát én több cégnél is dolgozom most így egyszerre, és mindegyiknél a pénzügyi év érdekes módon márciusban kezdődik. Márciusban kezdődik. Hát hogy, tehát... hogy nem? Ugye a pénzügyi év. Ha már pénzügyi év, akkor az Istentan Egyesületnek a technikai száma 0640, mert néha 64-et is írnak. Igen, az aktív két szám az 64 a közepén. Tehát 0640, így is lehet mondani, de a lényeg, hogy 0640 a technikai számunk. Ide lehet az egyházi 1%-ot felajánlani. Hát külföldről ezt nem annyira lehet megereszteni, de vannak egy sok külföldi egyháztagunk is van, hiszen ezt a világon mindenhol nézik, és sokan beléptek az egyházba, sőt, a külföldiek sokkal becsületesebben fizetik az egyházi adót, ami csak 30-ad. Jelzem az egyháztagoknak, hogy a 30-adot ne felejtsék el befizetni. Ez a jövedelmük, a adózott jövedelmük 30%-a. Bocsánat, nehogy 30%-a, butaságot mondok, mert hogy az a 10%-nak is a harmada, az a 30-ad. Ez a ebek 30-adja, így is mondhatjuk, ugye? Mert aztán ezt így próbálták apostrofálni, hogy a papok azok az ebek. 3%. Ez 3,3% nagyjából, ugye? Hát az úgy lehet kiszámolni, hogy a 10% elosztott 10-zel, az nagyon egyszerű, arra teszed egy helyértékkel a dolgot, aztán azt a maradékot meg még 3-mal elosztod, és akkor megkapod ennyi. Annyi az egyházi adó. Ebből mi nem Mercedeseket vagy BMW-ket veszünk, mert én hallottam azért már ilyet is. Stadion. Ugye, hogy a pécsi egypüspökség, ugye, hogy azt mondja, 50 BMW-t vettük adómentesen, csak úgy. Szóval, tehát mert nálunk ilyen nincs. A tudományos kutatásra fordítjuk meg, táborozásra, gyerektáborozásra, hát az idei táborunk már megtelt, sokan jelentkeznének, hú, nagyon sokan,
De hát ugye a Covid miatt visszafogott a történet. Tavaly nem volt egyetlen egy Covid fertőzés sem. Tehát tavaly nyáron volt egyházi táborunk. Ez egy elvonulás, ahol igazából a teremtésről beszélgetünk és tartunk előadásokat. Érdekes szokott lenni, sokan szoktak lenni. Hát a régebbi táborainkban bizony voltak olyan 350-400-an is. Többen nem igen, mert nem bírtuk fölvállalni, nem volt apparátusunk hozzá. Ezek önköltséges táborok voltak, tehát annyi volt a bevételünk belőle, hogy kiadásunk volt. Nem bevételünk volt, hanem kiadásunk, néha 700 ezerrel voltunk kifelé, nem befelé. Szóval csak úgy mondanám, hogy ez annyira nem nyereséges. Nem is arról szól a történet, hanem arról, hogy egy évben legalább egyszer találkozunk, egymással elbeszélgessünk, úgy tudjunk beszélgetni, mert mondjuk a diszkóba nem nagyon lehet ismerkedni, mert a szünetben is ülhet a zene, és ettől kezdve nem lehet két értelmes szót váltani egymással. Szóval ez az nem annyira jó. Talán azért is, hogy a szingliket szaporítsák. Úgyhogy lesz rengeteg kényszer szingli lesz, mert elfut az idő, az áru romlik, hát most miért mennek a fiatalok őrült módon diszkózni, őrült módon menni. Annyira fel vannak feszülve, hogy szétrobbannak, ők már nem bírják tovább, és mennek is. Hát persze maszk, meg ilyen, de hogy hát maszkban nem lehet táncolni, ugri-bugrizni, mert megfulladsz. Még járni is nehéz benne, de mennek és táncolnak. És minden országban, nem nálunk, Magyarországon, de hogy is, mindenhol, nyugaton is, mindenhol. Brazíliában olyan bazin nagy a fertőzés aránya, annyi halottjuk van, hogy ja, mert Magyarországon azt mondja, hogy a parlamentben itt a nagyon aranyos, bájos hölgy azt üvöltözte, hogy itt halnak meg a legtöbben. Hát ez annyira, nem annyira igaz, de mondjuk a szlovákoknál ott azért volt olyan, hogy vezették a ranglistát, ugye vezették, pedig szarrá tesztelték magukat. Tehát ez ott a tesztelésre fordította, az injekcióra nem annyira, sőt, vissza akarták küldetni. Visszaküldeni az, amivel meg lehet menteni az embereket. Ennek van valami taktikai jelentősége szerintem. Igen, van. Taktikai jelentősége van. Nem rossz az a kínai van. Én is kínai, holnap is megyek a másodikért. Tehát megkaptam a kínait, nincs semmi bajom. Tehát ez kamukéró. De az a lényeg, hogy ezt mindenki megkapja, ezt a betegséget, és ha nincs boltva, akkor lehet sorakozni a halálsoron. Ugye, mert hogy, ugye csak úgy mondanám, édeseim, aki nagyon tiltakozik a kínai vakcina ellen, tegye, jól csinálja, de azt azért nem árt tudni, hogy a lélegeztetőgépek is kínaiak. Azt azért nem baj, ha tudja. És nincs hozzá szakember. Na most ez a szakember, ez van rajta 5 kapcsoló, meg 3 gomb. Tehát ezek ilyen túllihegett történetek, ugye, mert itt derül ki, hogy számítástechnikailag mennyire alul képzettek az orvosok. Jó, megtanult azt a pár betegséget, meg azért fölírkálni azt jól van, a körzetorvosok, de hát alul képzettek, hogyha nem tudják kezelni a számítástechnikát, ilyen mértéktelenül nem tudják. Hogy van ott egy ilyen bekapcsológom, meg kikapcsológom, meg erre kell figyelni, meg kiírja meg. Tehát az van, hogy az intenzív osztályon mindenhol vannak ilyen gépek, most lélegeztető gépek is vannak, csak most több van. Most ezt meg lehet tanulni egy gyors tanfolyam 3 óra alatt biztos. Biztos. Nagyon hülyének kell lenni, hogy 3 óra alatt ne tanuljam meg. 3 óra alatt. Az, aki soha nem tanult számítástechnikát, írja föl, mert akinek nincsen esze, legyen not esze, írja föl, hogy ekkor ezt kell megnyomni, akkor azt kell megnyomni, de még mindig jobb, mint a semmit se nyom meg, és ott tartják a lélegeztető gépeket a raktárba, mert nincs, aki kezelje. Hát ezt nekem ne tessék bemesélni. Ez már megint csak taktikának látszik. Tessék, Valcsaj. Szerintem nem az emberi tényező itt a probléma, hanem a túlszabályozottság. Az is. Tehát gyakorlatilag egy lélegeztetőgépet csak egy olyan nővér... Az is nővér, a taktika része. Csak egy olyan nővér használhat, vagy helyezhet üzembe, akinek megvan rá a képesítése, ehhez azt a megfelelő egyéves, két éves képzést el kell végezni. Két év végezni. Alatt mit tanulok 12 gombon? De a másik nem nyúlhat hozzá? Hát túl van szabályozva. Tehát ez szabályozási probléma. Természetesen, de vészhelyzetben túlszabályozni? Igen.
Igen. Igen, mert ez az abnormalitás. Igen, mert a jelenlegi kórházvezetés, én több kórházat is láttam, és a kórházvezetésnél van a szakmai vezetés, és van a gazdasági vezető, és mostanában, hát főleg ezzel az egész törvénnyel, az történt, hogy minden hatalom a gazdasági vezető kezébe került, azaz a szakmai embereket ő kirugdoshatja, kényekedve szerint cserélgetheti, és itt a nagyon nagy probléma, hogyha fölveszi az újat, az új az nem fogja tudni, hogy hol van, meg mi van, meg... Na ez is a taktika része. De most ez gazdasági történet. De ez is a taktika része, hogy ezeket a kadereket kiképzi ki, és mire. Tehát ez is a taktika része. Nekem rettentően büdös az, hogy ilyen mértéktelenül lassú idióták döntenek az Európai Unióban. Én nem tudok másnál, lassú idióta. Ilyen. Olyan tudod, a Isiász, aki mindig részeg volt. Persze, és az volt a nagyfőnök, a 8 osztályában, mert érettségese volt. Most bocsánatot kérek, ez pontosan ugyanolyan, mint most az amerikai annak. A mostani. Szóval ez nekem ugyanaz. Az is a taktika része. Az is, már az előző körben akarták ezt a kört lejátszani. A Clinton. Hillary Clinton. A Hillary Clintonnal akarták lejátszani, aki a mindenhol nyitott e-mail címét használta, könnyen feltörhető e-mail címét használta a bizalmas levelezésre. Most bocsánat, más nem mondjak neked, hát erre mit kell még mondani? Semmit. Megmondták neki, hogy nem, nekem ne, mondja meg senki, mert én egy külügyminiszter vagyok, azt, hát persze aztán meghekkelték, aztán kitették azokat a simlis dumákat, ilyen nem véletlenül volt a botrány, ugye, hogy meghekkelték ezeket a külügyminisztériumi levelezéseket, és abban mik voltak, az már mutatvány. Onnan nagyon lehetett látni, hogy kilógott a lóláb, meg a foguk fehérje, kivillant. Szóval ilyen kivillant. És nem akarom bántani az amerikaiakat, hozzáteszem, nem. Csak minthogyha az egész rendszerben hatalmon egyre inkább olyanok lennének, akik valami nem jót terveznek velünk. Veled, velem, nem jót terveznek. Tehát te csak egy szám vagy, egy áldozat. Hát érdemes, mondjad. Hát Kínában most az van, hogy rengeteg ellenőrző pont van, a telefonjukon egy alkalmazás, napi 4-szer beírják azt, hogy mennyi a testhőmérsékletük, és az alkalmazás pontozza őket, és csak le kell húzzák, rengeteg ellenőrző pont van, még gyalogátkelőnél is, és minden zónákra van osztva, és lehúzzák, csak úgy mehetnek be, ha zöldet mutat nekik a rendszer. Jó, drágám, de ott diktatúra van. Igen. Na most a diktatúra, az működik. Igen. Békében talán nem kéne diktatúra. De amikor baj van, háború van, akkor csak a diktatúra működik, mert különben mi van? Lázadás hátán. De nincs más, ez van. Nézd meg, mennek a férfi gyűlölők, a nőgyűlölők, és mennek, és ordítoznak, és felvonulnak, és paszkod le, nem kell maszk. De ez ilyen, nekem ez csinált dolog. Mint hogyha felúszítanák, meg bebolondítják. Ilyen szabadságjogaid vannak, olyan szabadságjogaid van. És bocsánat, a honvédség attól működik, hogy nincsenek szabadságjogaid. De meg tudja védeni az országot. Úgy nem lehet megvédeni az országot, hogy megszavazzuk, hogy megyünk-e csatába. Hát úgy nem lehet megvédeni. És ugye ez a demokrácia, ami egy rabszolgatartó társadalom volt a görögöknél, és marhára nyomják, mondják, jó, de bocsánat, az egy rabszolgatartó társadalom volt. Voltak rabszolgák a görögöknél. Voltak a polgárok, meg voltak a rabszolgák. Mint hogyha valami analógia lenne. Most is. Mintha valami analógia lenne, csak ezt most másképp nevezik. Mert azok a gonoszok voltak ezek, mert hát mi meg aztán olyan demokratikusak vagyunk, hogy szétszakadunk a demokráciába. Csak éppen ugye kicsit túl sok az ember, hát akkor azt csináljuk, hogy kicsit megpermetezgetjük valamivel. Jaj, hát elhullanak, igen, de nem késnek ezek a vakcinagyárak, ezek nem tudnak dolgozni, de harmadát tudja leszállítani, fölvállalta. Na most mit tudom én, nem jó az áradugó, mindent visszaküldenek. Akkor a szlovákok megrendeltek 100 000 oltást az oroszoktól, őrült hisztériát csapott az ellenzék, őrült hisztériát csapott, hogy azt azonnal küldje vissza az oroszoknak, ide orosz vakcina, mert nem teszi a lábát vagy az üvegét. Na hát aztán, de közben hullanak, mint az őszi legyek. Hát ez benne a taktika.
Tehát bolondítanak téged mindenfélével, hát persze, ha én szórom a, én lennék, aki szórom a vírust, akkor amikor elkezdik rá kifejleszteni a védőoltást, mit mondanál te? Te mit mondanál? Hogy hatékony legyél. Hát hogy, mit, kit kellene mondanod? Nem kell akkor. Nem kell vakcina, minden más vakcina szar, amit nem én forgalmazok. Tehát ez lenne, hát bocsánat. És akkor a gyárak még egymásra is mindenféle rémhíreket terjesztenek, mert most már vagy 8-10 gyár gyártja, és akkor ez a, ennek a vakcinája szar, annak a vakcinája szar, tehát ez megy. És közben meg az emberek hullanak halomra. Mintha szabályozva lenne, hogy mennyi hulljon el. Mint nekem, szóval éppen el tudják hamvasztani, ne haladja meg a hamvasztási képességeit a temetőnek, vagy nem tudom. Szóval, mert azért a spanyoloknál azért voltam balhében, nincs vírus, az minden csalás, minden nincs, soha nem is volt. Jó, jó, bocsánatot kérek. De a spanyoloknál annyi hulla volt, hogy a jégpályát használták arra, hogy a műjégpályára rakták a hullákat, hogy ne büdösödjenek. Mert nem volt olyan temetési kapacitásuk. Mert az emberek még végre akarják hajtani a szokásos szertartásokat. Így temetjük el, ilyen pappal, ilyen... Ja, de bocsika! Hát, pap nem ér rá. A pap is ott hagyta már a fogát, nincs aki temessen. Tehát itt van a probléma, mert a pap is emberből van, és hát elkapja a vírust, és meghal. Igen. És aztán nincs aki szentbeszédet mondjon, nem baj, akkor várunk egy évet is, majd lesz. És akkor a sok hullát hová rakják? Itt kezdődnek, tehát az emberi görcsösködés az itt kezdődik. És hát persze, ezek fertőző hullák. Minden hazugság, higgyétek el, hogy minden hazugság. Minden, meg az ellenkezője is hazugság. Figyeljetek! Ha ezelőtt olyan 8 évvel, vagy így 6-8-9, nem tudom, jó pár évvel ezelőtt, olvastam, hogy Spanyolországban a nagyon amerikai nagyon kutatók, azok a nagyon-nagyon legjobb kutató kutatóinak a kutatói, ezek kiástak, Spanyolországban kiásták a sírokat, ahol biztosan spanyolnáthában meghalt fekszik, mert papíron dokumentálva van, kiásták a sírokat. És mi történt? Nem fogod elhinni. Nekünk mit is mondtak, hogy kilincsen megmaradt 2 órát, az asztalon megmaradt, az üvegen megmaradt 20 órát. Szóval valami meséket mondtak. Figyelj, a 100 éve, az 1920-ban volt ez a járvány úgy körülbelül. Hát igen. Na most bocsánatot kérek. A spanyol nátha, az amerikai nátha volt, mert először egy amerikai katonai kórházba ütötte fel a fejét. Na, szóval csak ennyi. Rögtön spanyol lett belőle, mert hát ugye mi hibásak, na azok aztán nem vagyunk. Te is hibás, mert te, mindenki hibás, ez egy játszma, ezt tudni kell. Rögtön spanyolnátra lett belőle, mert a spanyolok azok a műveletlen, egy buta, és mit tudom, micsodák, akik nekünk ezt okozták, ugye, mert valahogy kellett egy külső hibás. Ez igaz. Nézi utána, szín igaz. Nem az a baj, hanem az van, hogy nyilatkoznak a rettentő okos és nagyon képzett és nagyon fölülképzett és már mindennél okosabb víruskutatók nyilatkoznak, hogy hát a kilincsen, a részkilincsen, ez megmértük, hogy ott mit tudom én, 3 óra alatt pusztul el, vagy 5 óra alatt, tök mindegy, szóval valami időket megadtak. Nem 100 évet mondott egyik. De bocsánat, de egyik sem mondott 100 évet, és amikor kiásták a vírust ezekkel a hullákkal, valami nagyon fontos dolgot kell mondani. Életre kelt a rohadék. Na most nem tudom, figyelsz? Most akkor tudod, fújkáljuk, permetezünk, és fertőtlenítünk. Alkohollal. Jó, alkohollal. A vírus ellen. A vírus ellen. Ezt tanítják a tévében. Igen, igen. Nem tudják, nem, hogy az alkohol nincs, az. Igen, hát szóval, na jó, szóval mindenféle huncutságok vannak ezzel kapcsolatban. De a lényeg az, hogy rengeteget eladtak, ugye fújkálót meg, ezért iszonyatos mennyiségűt adtak el. És kötelezővé tették. És kötelezővé is tették, és így tovább. Tehát bajok vannak ezzel is. Ez gazdasági. Gazdasági. Haszna van, nagyon nagy haszna van a vírus ellenes oltásoknak, de őrült nagy haszna van.
ez csak egy mellékhatás, ezt hozzáteszem, nem a főhatás. Az oltás meg mekkora üzlet volt a legyártása, most azt képzeld el. A vírusok tömeges legyártása. Ja, maga izé. Ja, hát persze, ha egy kicsit a hírek mögé nézel, figyelsz, amit egyszer mondanak be valahol, ez olyan, mint hogy a Kossuth Rádió bemondta, hogy UFO-t láttak Budapesten éjjel 3-kor. Az éjjel 3-kor, vagy 1-2-kor elhangzó hírekbe bemondták, hogy a Ferihegy fölött egy UFO-t láttak alacsonyan repülni, stb. De ezt csak egyszer mondta be éjjel 2-kor. Értitek, mi a probléma ezzel? Hát az, hogy próbálják eltüntetni, ki volt téve sokat jártam a nagy királyi rádióban, sokat jártam, ilyen évekig jártam, és ilyen 3 órás műsorok. Tehát nem az, hogy kétszer azt mondtam, hogy jó napot, hanem ilyen 3 órás műsorok, beszélgetős, mindenféle. Na most, és ott nagyon érdekes beszélgetések is voltak, de ott ki volt téve egy tacepau a falra, hogy UFO-s műsort még akkor sem szabad csinálni, ha a ház fölött áll. Tehát fölnézem az égre, ott egy bazi nagy Independence Day, és ott van, de olyan nincs. Tehát erről műsort nem szabad csinálni. Értitek? Mert én nem. De ez a független tájékoztatás. Értitek? Tehát akár ott láthatja a TV igazgatója, vagy akár kicsoda, az elnöke, akkor sem lehet. A Kondor Katalint ismerem is személyesen is. Egyszer még tegeződtünk is, hát most az már régen volt, mert a rák ellenére, az emberére, a holnapér alapítványnál egyszer találkoztam vele, és akkor nagyon büdös kerítés szaggató pálinkával pertut is ittunk. De az a lényeg, hogy ez a, ott is engem megválasztottak ott a filozófusnak, 3 napig próbáltak vizsgáztatni, az összes egyetemi professzort fölhordták, aki csak össze el tudtak érni, tehát genetikus, biológus, teológus, mindent odahordtak. És nem tudtak lesöpörni az asztalról. Akárhogy erőködtek, akkor sem. Csak akkor megválasztottak, hogy na ez már ütőképes, Pali. Hát persze egy napig nem csináltam semmit, csak úgy hozzáteszem, mert így működik a világ. És hiába vagy te bármilyen okos, nem fogsz megnyilvánulni, mert nem engednek a tűz közelébe se. Tehát ott ilyen több körbe védik a tüzet, hogy oda te nem menjél melegedni. Tessék, van csak. Beszéltünk erről, hogy minden minden hazugság, de az ellenkezője is. Igen. Gyakorlatilag itt arról van szó, hogy ami hozzánk eljuthat bármilyen módon, igen, információ, az valamilyen szinten, sőt, néha egész komoly szinten egy manipulált információ. Tehát azok, akik a döntést hozzák, hogy megadják az információt, gyakorlatilag inkább arról hoznak döntést, hogy mi az, ami hozzám eljut, és nagyon meg lehet figyelni, hogy ők közben az ellenkezőjét... Igen, nagyon érdekes, mert találkoztam egy német weblappal, sokáig megvan, még most is megvan, de már nem az van rajta. Az nagyon jó volt, mert napra pontosan ott volt rajta, tolni lehetett egy potmétert, hogy mikor akar az időt lehetett tolni rajta, csak a dátum változott. Hogy mikor, hány fertőzött, vagy hány halott volt egy városban, egy országban, vagy a világon. Az egésznek az egyesítése volt ez. Eltűnt. De még utoljára láttam, mielőtt eltűnt egy érdekeset. Még mielőtt a Trump betiltotta volna a kínaiak mozgását. A kínai diplomaták mozgását betiltotta a Trump. Ilyen nem szokott lenni, hogy a diplomaták mozgását korlátozzák. Még akkor se korlátozzák, amikor volt egy hülye orosz, aki kilövöldözött szórakozásból az autóból, a diplomáciai autóból, abszolút diplomáciai védettségben, nem állíthatták mentőt, akkor 2 kamion ment mellett, hogy kijött a izéből, kijött valahonnan, akkor kamion ment mellett, hogy ne tudjon tőle lövöldözni. Érted? Mert kilövöldözött, célba lőtt emberekre. És nem lehetett kiutasítani, meg nem lehetett megbüntetni, meg szállt, jó. Mert annyira nagy volt a diplomáciai védelem. De milyen érdekes, hogy a Trump betiltotta a kínaiak mozgását ennek ellenére. Jó, tudom, a Trump, tudom, értem. Jó, de azért csak úgy figyeltem, hogy mi van. Az összes, mind az 50 államban egyszer jelent meg a vírus. Így tip,
tik, tik, tik. Aztán volt, ahol le tudták küzdeni, nem nőtt tovább. Volt, ahol nagyon nőtt. Tudod, a nagyon liberális, ahol mindent lehet, meg az ellenkezőjét is lehet, mert olyan szabadság van, hogy itt már 300 géppisztolyod lehet, meg atomrakétád lehet, mert olyan szabadság van, szóval ilyen van. De lehet atombombád is. Nem, töltet már nem lehet. Eladták az atombombáknak a tokjait. Igen, eladták. Vihettél haza atombombát, és kitelted a nappalibba. Komolyan. Ha nem volt már benne a töltet, de kirakhattál otthon, hogy neked atombombád van. Szóval ilyen maraságok. Ez a szabadságjogok túlpörgése. Nézd meg, hogy mennyi az álmokfutás. Minden ilyen idegösszomlás, azt mennek, agyonlőnek mindenkit, mert olyan kedvük van. Hetente van ilyen álmokfutás, hetente. Nagyon, nagyon érdekes történet. Na, a lényeg az, hogy egyszerre emelkedett az összes városban, és akkor tiltotta be utána a Trump a mozgását. Mint ha mindenhova elküldtek volna valakiket, és a megfelelő helyen a metróba befújta, a mit tudom micsoda, ahol a legnagyobb a forgalom, ott egy kicsit szétfújta, mindjárt elindultak a fertőzések, na, és ez működött. Tessék, parancsolj! Szerintem én ennek a folytatását szeretném mondani, az egy előbb elhangzott, hogy világháború. Én szerintem most ez a harmadik világháború. Ez most a harmadik világháború. Az információs csak világ. A sok infantilis, gyerekes, óvodista nem jön rá. Ő ugyanúgy akar mindent csinálni, mint hogyha nem lenne háború. Tehát azért régen is tudod, az volt második világháborúban, be kellett sötétíteni az összes ablakot, hogy a repülők ne lássák, hogy hol a város, mert ha mindenki van világítva, akkor megvan itt a város, na ott a főtér, na ide dobjuk a bombákat, bum, bum, bum. Ugye? De hogy hát persze radar már volt, még nem volt olyan jó a térképező radar, de azért már volt radar, és az hát néha direkt tévedett. Mert például a fiam, ahol most Németországban él, Marburgban él. És nagyon érdekes, mert Marburgot szinte nem is érte bombatalálat. Tehát nagyon kevés. De miért? Mert oda járta valamelyik fő-fő tábornok, angol tábornoknak a fia, és ő is járt ott többször, és nagyon tetszett neki, és akkor az erdőre dobáltatta a bombákat. Most is tele van döglött, vagy félig döglött bombákkal az erdő. Most is tele van. Komolyan? Úgy tele van, mint a déli busz, úgy megbombázták az erdőt, mert oda dobáltatta le azt a koronát, oda kell ledobni, mert ott van a mit tudom, és a kamu volt, de nem akarta szétveretni ezt az öreg várost. Hát aztán utána belülről szétszették a várost, ugye a házakat belülről szétszették, kívülről legalább volt annyi normális eszük, hogy a turista nem akar ilyen mi a fenének nevezték mostanában majd? Bauhaus. A Bauhausnak volt most egy ilyen brutál, az a elnevezés, hogy brutál építészet. Hát ez a brutál, ugye ez a betonszar, én csak úgy hívom, ez a betonszar, amit túlnyomták a bringát nagyon ezzel a betonszarral, de úgy túlnyomták, ugye viszonylag gyorsan lehetett építkezni lakótelepi házakat, mit tudom én, lehetett adni az embereknek. Nem kellett volna túlzottan sok hozzá, hogy ezek még akár lakhatók, meg szebbek is legyenek. Mert hát ugye volt már végre melegvíz, igen, de hát ugye a prolik ott ugráltak kifele, én laktam a Békásmegyére lakótelepen, ott ugráltak kifele, különösen a nők, ugráltak ki a tizedikről, mert ugye azt képzelte, hogy most az ő most minden eljön, eljött az idő, most itt az idő, most vagy soha, és azért rájött arra, hogy hát a férje nincs otthon. Már volt két gyerek, vagy három, azért kapott lakást, mert három gyerekre már adtak lakást. Tudod, itt nagyon nyomják most a propaganda dumát, hogy nem vagy te büzékanca, tenyészkanca, ne szüljél itt gyerekeket, így nyomják ezt a dumát, hallottad már? Én hallottam. Nem vagy tenyészkanca. Most meg nem vagy béranya, ilyen nő, fiatal csajtól hallottam, én nem vagyok béranya, mondom. Béranya, a saját gyerekednek, te idióta. Mi az, hogy béranya? Ha másnak a gyerekét, megtermékeit, petesejtjét beültetik neked, akkor béranya vagy, de hogyha te csinálod a férjeddel, vagy a szeretőddel, akkor bocsánatok, nem vagy béranya. Tehát ne beszélj hülyességet, és ennyire nem tudja, hogy miről van szó. Agyilag itt tart, ilyen titokzokni, nem is agyilag zokni, hanem agyilag titokzokni.
Tehát ideig be van magyarázva. És elköttettem magam, és akkor nem kell félnem a gyerektől. És akkor most 18 évesen kiherélteti magát, mondjuk, tudom. Aztán 25 évesen jön a lófarkas herceg a gyönyör új fehér sportkocsijával, tudod, és akkor az egy kérése van a lófarkas hercegnek, hogy ő gyereket akar. Mert te egy szép nő vagy, és gyereket akar. Ja, hogy neked már valamiért nem lehet, meg kiületted valahogy, kivágattad, mert ki is vágták. Nem csak úgy van, hogy kivágattad, hanem ki is vágták. Én pontosan tudom, hogy volt Gyulán egy olyan főorvos, aki ha valakit megoperált vakvér alatt, biztos, hogy nem volt több a gyereke, férfit. De így, ting, így vágta el a hervezetékét. Ting, ennyi volt. Mindenkinek? Ó. Ó. Hát nem rasszizmus? Na hát, ez nem. Ez aztán nem rasszizmus, ugye? Nem, nagyon érdekes, azért mégsem mindenkinek vágta el, szóval voltak kivételek. Akiknek nem. Vagy a Szlovákiában volt egy orvos, aki meg a cigányasszonyokat kötötte el, mint annyiszor szült, már is kötötték. Császárra ugye megnyitotta, ténk elkötötte a két petefészkét, szia, ennyi volt. Neked több gyereked nem lesz. Egyet meg világra hoztál, de kettő már nem lesz. Tehát nem véletlenül van ennyi császármetszés. Azért mondtam, hogy minden hazugság meg az ellenkezője is. Hogy Ózdon 9% volt a császármetszés, a Honvéd kórházban itt, ahová tartozunk még is, a Honvéd kórházban ott meg 55. Ennyi nő nem tudja megszülni a gyerekét. Nem, nagyon érdekes, mert a körünkben két nő is otthon megszülte a gyereket, semmi baj nem ott megszülte. Természetesen lehet probléma a szülésnél, lehet. Csak ott van a rettentő nagy gond, hogy régen azért voltak szülőotthonok. A szülőotthonok azok nem kórházak voltak. Örült nagy különbség a kórház, meg a szülőotthon. Mert az orvos, a belgyógyász átrohangál a másik osztályra, a harmadikra, az ötödikre, a haverjához, a beszélgetni a beteghez, rohangál egyik helyről a másikra, ugyanazon a liften hurcolják a fertőző beteget is, mert még nem tudjuk, hogy meg fertőző. Meg a halottakat le. Igen? Hát szóval, és akkor közben egyeske, ketteske lesz belőle, ágyacska, ez ilyen kis ilyen egészségügyi simliskedés, ez a egyeske meg a ketteske, hogy a szobában az egyes ágy, a kettes ágy. Hát olyan, mint az asztal az étteremben, hogy a kettes asztal az ötös asztal, ez pontosan ugyanolyan, hogy így egyszerűbb, és akkor az ötöske, rosszul van az ötöske, és akkor még tudják, hogy melyik az ötödik ágy. Na a lényeg az, hogy miért van az, hogy ennyivel több lett a császármetszés? Több, mint a fele a nőknek nem képes megszülni a gyerekét. Ez komolyan tetszik mondani? Mert szerintem ez egy durva hazugság. De ha már egyszer fölvágták a hasát, már másodszor nem biztos, hogy akarja. Ebbe taktikát látok már megint, ilyen furcsa taktikát. Aki kimondottam, az európaiakra utazik. A fehér emberekre, csak te még nem vetted észre. Ez a hetero koacervátum, ez a képződmény. Ilyen dumákat kinyom, mint hogy hallottam volna most az ellenzékben ilyeneket. Most bocsánat, hogy tehát az, hogy valaki normális, az képződmény. Tehát férfi meg nő, ha férfi, ne. Egyes szülő, kettes szülő. Tehát ugye bezárták Budapesten a buziológiai tanszéket, az egyetemet nem, de az azt nem támogatta az állam. Hát most bocsánatot kérek. Hát azért hagyd döntse már el az állam, hogy mit tart normálisnak. Mert ha ugye egyébként megnézed a BTK-t még nem túl régen, nem csak Magyarországon, hozzáteszem, nem csak Magyarországon, precedens. Nézd meg, hogy mik voltak. Ennyire nem volt pálya díszfelvonulásokra. Nem volt pálya. És akkor 100 milliókat költenek arra, az nem számít, az nem számít. 100 milliókat, hogy végigmenjen néhány ilyen kicsit más végigvonuljon az András úton. Bocsánatot kérek, hát de nem tudom, hogy ja, mert a rendőröknek védeni kell, mert a társadalom nagyon nem tolerálja. És nem csak a nagyon szélsőségesek nem tolerálják, hanem senki se tolerálja. Csak nem meri mondani.
Nem merik mondani az emberek, mert rögtön elkezdik címkézni. És ezt nem szereti senki. Tessék, Marcsa. Szeretném visszavinni a gondolatot az előbb arra az egyeske, ketteskére. Ez egy nagyon emberi kérdés. Tehát ott van egy ápoló, teljesen egy nővér, vagy tornász, vagy nem tudom, hogy hívják. Adod neki? Mit tudom, betegszállító. Nekik nagyon-nagyon lényeges, hogy milyen kapcsolatba kerülnek az adott, nevezzük klienssel, aki ott fekszik. És hogyha túlságosan emberi kapcsolatot, tehát érzelmi kapcsolatot alakít ki a beteggel. Tehát szerintem én részben ezt egy, lehet, hogy tudatosan, lehet, hogy nem tudatosan, de azért nevezi egyeskének, ketteskének, hogy ne kerüljenek érzelmi kapcsolatba a beteggel. Hogyha meghal a beteg, ne roskadjanak össze a lelkileg az ápolók. Igen. Se az ápoló, se az orvos. Se az orvos, se az ápoló. Mert azért akárhogy nézem, az orvosok általában a betegeiknél azért 10-15 évvel előbb szoktak meghalni. Tehát ez azt jelenti, hogy annyival több teher van a testükön. Úgy van. Nővérke, legalább egy csókot. Ugyan kérem, már az is teljesen szabálytalan volt, hogy maga alá feküdtem. Szóval, hogy ne legyen érzelmi kapcsolat, igen, mert hogy a némelyik nagyon csinos kis nővérke, elnézegetett. Nagyon érdekes dolgokat tapasztaltam. Hát a haveron a CIA meg azért lelökte a Strádáról kajakra, a szakadékba, és meghalt mellette a feleségem, mert mindegy haverom, és mert ez egy kutató. Ugyanazt fedezte fel, amit én, az egyből haverok lettünk, mert elmondtam neki, hogy hogy működik a titkok titka, elmondtam, hogy hogy működik, ugyanazt én is megcsináltam. Én, az enyém nem szólt akkorát, mint az övé, nekem még csak egy ilyen kis kagylót vágott ki a falból, ilyen kis, ekkora kis, ez a lézer, ilyen pumplézert csináltam, dér, kivitte a falat. Meg átvitte persze, az, volt egy ilyen sötétítő függő, azt átvitte, és akkor tik, hát az övéhez kilőtt az ablakon, és lelőtt egy hirdetést, meg közben valami akármit is. Tehát az nagyobb balhicsát, meg kilőtt vele az ablakon, az enyém megakadt a betonba, és ilyen rubin pumplézert csináltunk mind a ketten. Na a lényeg az, hogy benyomták a szakadékba, és utána hát nem túl sok esély volt, már lejött a, onnan lehetett tudni, hogy nem egy egyszerű történet volt, hogy neki már szóltak, hogy húzzon innen, mert Németországban szóltak neki, hogy húzzon innen, mert azt a füles kapták, hogy sínre akarják tenni. És akkor ő beült a kocsiába, a feleségével együtt, és kitűztek, és hát egészen Franciaország közepéig eljutottak, amikor ott belőtték a végén a szakadékba őket. Tehát egy kamion, egy ilyen bazi nagy, ilyen bozótrácsos kamion, meg egy ilyen egy ilyen földgyalú jött szembe, a másik, szóval nem volt esély. Úgy csinálták, hogy ne legyen esély, értettek a szakmához. És akkor beestek a szakadékba, és lement az egyik sofőr. És még visszakajabált a másiknak, hogy ready. Na most bocsánatot kérek, a másik akkor beszélt angolul, A földgyalús az nem nagyon szokott Angliából jönni, ugye? Az egy általában helybeli szokott lenni. Ennek ellenére úgy szólt vissza neki, hogy ready, hogy kész, ez meghalt. És nem halt meg. Hanem még kimentették, és utána össze-vissza tódozták, fordozták, megcsinálták a balit, összerakták. A nővérke jutott eszembe, hogy úgy tesztelték, hogy egy ilyen nagyon ügyi-bügyi nővérkét beküldtek neki, olyan belátásokkal tarkítva direkt, hogy működik-e még a répája. Tehát úgy ellenőrizte a főorvos, hogy ott kicsit mutogasson neki ezt, azt hajolja le, kicsit mutogasson neki, és hogyha beindul rá, akkor jó van, akkor működik. Ez csak egy ilyen, ez nagyon érdekes volt. Tehát nem a szexről van szó, hanem csak az, hogy működik. Csak ellenőrizték, hogy működik-e. Működött. Hát mert férfiből van, ha valaki férfiből, az működik, hát persze. Lányok ezt nagyon jól tudják, most már gyakorlatilag, ha megnézed az internetet, akkor már szinte csak a testüket árulják a nők. Szinte csak értelmet nagyon kevesen árulnak. De a testüket, annál többen mutogatják a cicijüket, a popsijukat, a izet. De ez megy.
Tehát úgy akarja eladni az árut, és nem véletlen az, hogy ugye az árunak el kell fogyni, nincs mese, mert különben ott rohad a polcon. Ugye, férfiaknak, nőknek el kell adni, eljön az idő, akkor meg kell találni a párját. Jön a párválasztási idő, és az beindulnak az ösztönök, és akkor nincs mese, mind menni kell, csinálni kell, próbálkodni kell, mindenkivel próbálgatni kell, aztán amikor találsz valami neked valót, akkor na jó, akkor ez jó lesz. Lónics jó, Szamáris, de... jó. És akkor, tehát így, és nézd meg, hogy gyakorlatilag már semmi másról nincsen szó, csak hogy eladni az árut, eladni az árut, eladni az árut. Most ugye a férfiakból ilyen pudinglekvárt csináltak, ilyen a papucsok papucsát már, szóval, hogy ne legyen férfi. Mert a férfiak agresszív, gonosz, rohadt, macsók is. De közben a nők meg megvannak örülve az agresszív macsokért. Azt mondja, nem, ezt magyarázza, de közben ilyen tágra nyit szemekkel néz, hogyha meglát egy agresszívebb macsot. Gondolj csak a Stockholm-szindrómára. Ami ugye micsoda, Stockholmban volt egy ilyen izé, hogy a bankrabló, ottan lövöldöztek a bankrablók, és akkor utána mindenki hasaj volt, és mit tudom, és akkor onnan félszemmel lesegettek a nők, és beleszeretett a bankrablóba. Végre egy férfi. Na hát. Mert ezek ilyen kemény csávok voltak, nem ilyen semmire való pudingok. Ugye nem véletlen, hogy a férfiakból pudingot neveltek, erre a nők vették át a szerepet, most vattehénnek hívom, tehát ők támadnak. Most a nők támadnak, komolyan, már ezelőtt 30-40 évvel már ez megvolt, már a diszkókban megvolt, volt egy segédem, azt az időnként becipelt, hogy menjünk be egy kicsit a diszkóba, jó, menjünk be. És ismertem a tulajdonost, meg amit tudom, ez jó, haverságban voltam vele, ez egy ilyen nagy pártizé volt, handabandázó csávó volt, nem volt az pártember, nem volt az szocialista, csak a zsebét tört, semmi más nem. Na a lényeg, hogy őt nem érdekelte, csak ne csináljatok balhét, ez ennyi volt az egész. Ugye, mi történik a klotyóval, nem foglalkozunk vele, vagy mi történik, nem foglalkozunk vele. Na, megtaláltad, látom. Azokat az ábrákat, amiket most éppen kitettél, igen, azokat, az azért érdekes, mert ezt egy barlangba vettük föl. Ezeket a furcsa jelalakokat, már mindjárt megmutatom neked, már kimegyek a képből, elnézést, megláttam közben ezt a kis mérőfejet, ez egy mérőfej, ez csak ilyen részcső, ezében visszerelő boltba vettem, meg ilyen kupak, ez már be van ragasztva, ez már be van állítva, és itt van rajta egy pici csatlakozó, itt van rajta egy ilyen négypontos csatlakozó, ebben már benne van az erősítő, benne van az összehasonlító áramkör, meg mit tudom, ez már egy ilyen mérőfej, és be van állítva, az a lényege, hogy ezzel igazából a gravitációs hullámokat lehet irányérzékenyen érzékelni. Ezt már 35 éve fedeztem fel, tehát nem most. 35 éve, vagy még több is, mert az átkos határán ilyen 87-88-89-ben vezettem egy G6-os projektet, ez az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság által finanszírozott kutatás volt, ezt én vezettem, és volt eredmény is, mert felfedeztük a gravitációs hullámokat. Az az érdekes, hogy közben teljesen más ügyben vettem piezókat, mert egy léptetőrendszert csináltunk, egy ilyen mikroléptetőt, USM motort, ezt úgy hívják. Tehát ultrasonic USM motorok voltak, ilyen kis a piezónak a rezgését használta a lépkedésre, és nagyon finoman lehetett vele lépkedni, és már amit mi meg tudtunk csinálni, az ilyen 1 mikronos lépéseket is tudott, és 250 gram erővel. Na ezzel nagyon jó robotikát lehetett csinálni, mert szabályozni tudtam az erőt, sőt, egy két szabadsági fokú ilyen USM motort is fejlesztettem, ami lineáris motorként is működött, tehát kibe járt a tengely benne, és forrogni is tudott a tengely. Tehát ez két szabadsági fokú volt az egész, kétféle léptetést tudott.
Na, a lényeg az, hogy akkor fejlesztettük, és akkor rengeteg piacon volt, és akkor volt egy csomó, volt, mit tudom én, volt 200 piacon, és abból volt vagy 20 féle, mindenféle. Én még Magyarországról is kaptam, volt a Jászberényi úton volt a finom kerámia, valamilyen ilyen izé volt, ilyen, mi a fenének hívták, már nem is tudom, ilyen piezókat is fejlesztettek ott, ott csinálták, a szemem láttára csinálták, és azoktól is kaptam, mondom, hát csak egyet-kettőt kérek, de hogy melyik a legjobb. A lényeg az, mi az a piezó? A piezó az egy kerámia, ami nem magnetrét, hanem elektrét. Tehát olyan, mint a mágnes, ennek az ellenpólusa az elektromos. Nem mágneses, hanem elektromos. A piezó az ez egy kerámia, amit nagy feszültség alatt égetnek ki, és így belefagy az elektromos töltés. Nagyon fontos dolog, hogy belefagy az elektromos töltés, és hogyha mondjuk egy piezót én elhajlítok, akkor egy elektromos jelet ad, vagy rákocintok, tehát rá ütögetek, akkor egy elektromos jelet, de ha elektromos jelet kapcsolok rá, akkor meg elhajlik. Ezért használták ezekbe a órákba, ott van az a piezó, igen, az a kerek fölül középen. Az. Órákba használtak, és most is lehet ilyeneket kapni a kínaiaknál, vettem egy csomót, most is vettem. Meg ilyen kis hengereseket is vettem, ami mondjuk a Hérában volt a ilyen gáz égő, ott cserkájban való gázégő betét volt, ez a Héra. Még van is nekem ott, de már döglődik az enyém. De a lényeg az, hogy abban volt két ilyen hengeres olasz piezó volt benne, aztán 25 darabot nagyon nehezen, de tudtam szerezni a forgalmazótól, nagyon nehezen. Szóval komoly izé volt, komoly bedobás volt, hogy meg tudjam szerezni, 25 darabot szereztem. A hengereseket, mert a hengeresek azok nem annyira hangérzékenyek, azért ebbe is olyan hengeres van, nem hangérzékeny, mert a membránszerű az hangérzékeny. Nagy felület miatt. Nagy felület miatt, igen. Na most ebben a két végében van két piezó, és itt a titok, itt van a szemetek láttára, meg is mutatom. Itt van a szemetek láttára, ugye mit látszott? Egy négy kivezetés, tehát ilyen négy pici kis pöcök áll ki belőle. Az a négy kicsi, ez kiúszható is, ez a pöcök. Nem húzható ki, mert ez a... Erre kell rá... De kiúszható, csak nem húzom ki, akkor nem tudom visszadobni. Na, lényeg, hogy itt van négy kis pöcök rajta. Ebből kettő távfeszültség, kettő a jel. Két jel jön ki belőle, ez a jel, meg ez a jel. Igen ám, de itt van egy, mind a két végében egy kis oszcillátorocska, ilyen cémos IC-kel van megcsinálva, ilyen mikro. Még ebbe olyan van, ami normál tokozású, TTL tokozásban, a normál tokozású, ilyen dip 14-es tokba, ilyen 14 lábú IC, és az azért érdekes, mert még meg kellett köszörülni az IC-t, hogy beférjen ebbe a vékony részcsőbe, mert egy nyomtatott áramkörrel van beültetve az egész, és akkor ezzel, hogy beférjen ebbe, és akkor azt meg kellett csiszolni, hogy ebbe a csőbe is belemenjen, tehát az IC-nek az élét is le kellett róla csiszolni annyira, hogy az IC-hez még nem köszörültem bele, hát néztem el, hogy meg ne köszöröljem az IC-t, mondom, legfeljebb kiforrasztom, azt dobok, eldobom, de nem köszörültem bele, de mechanikusan annyira le tudtam a méretét csökkentve, hogy befért ide a csőbe, és ez ki van öntve méviasszal, azért, hogy ne a hangot, éppen a hangérzékenységet csökkentendő, és azért van ilyen zárt, teljesen zárt, ezek, hát ilyen visszerelési kupak, ezért van ilyen zárt kupakja mind a két végén, zárt, azért, mert ez leárnyékolja a rádióhullámoktól. Még belül is van egy belső árnyékolás ezekkel, pontosan azért, hogy bár, és még ez majd belejön egy vascsőbe, van ott egy csomó ilyen sátorcsőbe, azokból szoktam csinálni, ilyen, tudod, ilyen ócska, izé, nyári, ilyen sörsátor,
volt a táborunkban, és már szétszakadtak az idő vasfoga elszállt fölötte, szétszakadoztak, tönkrementek, a szélvihar megtépte, volt, hogy a apostági táborunkban az összes sátrat elvittem francba, ilyen százas szél volt, és úgy vitte a sátrakat, mindent, le volt az rögzítve, meg kitépte, vitte, mint a fene. És lényeg, hogy a hulladékból még összeraktunk két sátrat, de aztán már azok is az idő vasfoga abszolút is elszállt, és ezek a csövek megmaradtak belőle, amelyik nem görbült el meg, mint az jó, mert ilyen árnyékolott csőnek nagyon jó. Tehát ezt beledugom abba a vas csőbe, és akkor még ráteszek egy vaskupakot azért, hogy a mágneses teret amennyire csak lehet árnyékoljam. Hát jobb lenne permalój, meg mit tudom én, szóval, de nincs hozzá ilyen csövem, de ez a vas is egész jó árnyékolja. Most mi az érdekes, hogy ilyen csövet, amikor megcsináltunk ilyen mérőfejet, akkor levittük itt a Pávölgyibe. Nem. De. Szemlőhegyi. Szemlőhegybe? Szemlőhegyibe. Ja, Szemlőhegyi. Nem a Pávölgyibe vittük, de az ott van a szomszédban. Mátyás egy összebe. Az. Levittük, mert én is ismertem a főorvosasszonyt, meg mit tudom én, aki de réges-régen ilyen természetgyógyászat után érdeklődött, én meg természetgyógyászatért díjas voltam. Az első 93-ban vagy mikor kaptam a természetgyógyászatért díjat, még a Béres bácsival együtt. És a lényeg az, hogy leírtam a természetgyógyászat alapját, erre rájöttek a természetgyógyászok, ezért árulta az agykontrollosok, árulták a könyvemet, meg a természetgyógyászok is vitték, meg minden, mert ott volt leírva, hogy hogy működik a világ, a teremtés üzenetében. A teremtés üzenetében. Azt úgy vitték, mint a cukrot az elfogyott 10.700 példányban. Szóval a filozófia könyvből az rettentő sok. Tehát tudom, egy eltés filozófia professzor, barátom, hát ismerősöm, volt a táborban is előadni, és hozott néhány könyvet, és rettentő boldog volt, eladott 3 könyvet. Szóval, mert hát ugye ez nem, az emberek már nem érdeklődnek, mert a filozófia elvesztette azt a dinamikáját, amiért a filozófia izgalmas volt. És tehát ilyen, hogy mondjam, filozófia történet lett. Én meg itt nekiálltam gravitációs hullámokat kutatni, mert mi ebben a lényeg? Miért van itt a kivezetés? Az idő miatt. Mert innen is jön egy jel, meg innen is jön egy jel. Egyszerre érnek középre, érted? Csak az egyik ponált, a másik negált. Az azt jelenti, hogy kioltják egymást. De, tehát oldalról érkezik egy hullám, mind a két kristályt meghajlítgatja, mind a két kristályt elektromos jelet ad, nagyon nagyot. Amikor megkész lett a mérőfej, az első, azzal már felfedeztem a galaxis közepén a fekete lyukat. Kézből így. Így eltaláltam, amikor eltaláltam, akkor 400 millivoltos jelet adott. 400 millivolt, az fél volt, gyerekek. Mérőfej 400 millivoltos jelet ad. Néztem, Ja, félrementem, volt rajta zaj mindig, de ez a zaj, ez olyan 40-50 millivoltos zaj volt. De amikor pontosan megint eltaláltam a fekete lyukat a galaxis közepén, akkor fölment a 8-szorosára, tehát az már mérési hibán messze túl van. Nem az, hogy na, 2%-kal talán az nem is az, meg nem is az tellé, talán ez nem is ez. Tehát lehet ilyeneket mondani, de hát azért 8-szoros jel az már nem talán. Az már biztos, hogy. De így kézből nem volt semmilyen mérőeszköz, meg semmilyen mérés. Mert ott van a probléma, hogy mindent túltolják a bringát. Ez ugyanúgy, ahogy túltolják a bringát a kórházi előírásokban, ugyanúgy tótolják a bringát a tudományban is. Miután nem tudnak felfedezni, bemenekültek a matematika mögé. Bemenekültek a matematika, olyan matematika mögé menekültek, hogy azt már csak nagyon elvétve érti valaki, vagy az se, aki kitalálta. És akkor ezzel húzni lehet az időt évszázadokon át. Hát ne se érted, ilyen hülye vagy, ne. Tanuld meg a matematikát! Mondom, de bocsánat, először szeretném tudni, hogy hogy működik valami. Aztán, amikor már tudom, hogy hogy működik, akkor utána belemegyek a finomságokba.
de nem fordítva, hogy előbb a finomságok legyenek meg, aztán majd kiszámolom, hogy ez hogy működik. Mert ez pont fordítva csinálják most. Parancsolj! Honnan tudjuk, hogy nem a másik irányból jön az a gravitációs hullám, az az erős, mert... Ezek szembenéznek egymással, tehát ez egy nagyon jogos kérdés. Viszont az erősítő csak az egyik irányú jelet veszi. És akkor már jobb a történet. De ha van szűrve? Csak azzal van szűrve, hogy oldalon... ha oldalról jön a jel, mert ezek olyanok, mint a hanghullám. De nem hang. Nem. Az volt a kódneve, képzeld el, hogy hang. És amiben terjed, az meg annak a kódneve, az a levegő. A levegőelem. A levegőelem az megvolt már Ó-Egyiptomban, tehát még ebbe az időben megvolt a levegőelem, ez az a dandarai mennyezet. Vagy ebbe az időben tudták, mi a téridő. Pontosan tudták, hogy mi a téridő. Nem hülyeségeket hordtak össze, mint ma, hogy ilyen koordinátorrendszerrel próbálkoznak. Figyelj, ez azt is tudta, hogy 5 dimenzió forrás van a délidőben. Itt van a... Egy kicsit lejjebb, de ott van. Ja, itt van a piros pöttyök. Ja. Mutatom közelebbről. Ott vannak a piros pöttyök. 5 darab piros pötty van rajta, és nézd csak meg egy kicsit, a seginél egy hiányzik. Nézd csak. Ja. Ott elférne még a 6. Hát úgy helye arányaiban. Helye ott van, de ott nincs semmi. Ennek van egy hiperteres változata is, tehát ez a téridő. A téridő, ami zárt, védi az alatta lévő életet, ez az égistennő. Ja, ő az égistennő. Ő az égistennő. És ő neki a hasát tartja így alulról a mitológiában a sú. Sú. Fény. Az a... levegőistene. A levegőistene. Hát ugye, tessék bár majd észrevenni, hogy ez a levegő nem ez a gázkeverék, hanem valami tök másról van szó. Rögtön lecsaptak, mint a gyöntjük az olvaladékra. Ah, értjük, rossz sebet értett, fiam, nem értett, hülyeséget gondolsz. Mert ez a levegő nem az a levegő. Én már az Ó-Egyiptomban is értem, én emlékszem rá, hogy nem az volt a levegő, és azért tudtam megfejteni. Tehát semmi az egész, de elmondom neked, hogy te is legyél okos, és próbálj tovább gondolni. És az benne az érdekes, hogy ugye a testén ott van az 5 piros pötty, és ez az 5 piros pötty, ez nem más, mint az 5 dimenzió forrás. Ez az 5 dimenzió forrás, ami 6 helyen van. Azért nincs a 6. helyen. Mert ott már pont nincs. Nem az, hogy nem tudta volna arányosabban elhelyezni, vagy nem. Egyáltalán nem arról van szó. A sú az a fény. A sú, hogy mennyire így van, a pozitívan terjedő téridőt a misztikus irodalomban úgy hívják, hogy édes. Azaz, hogy az, ami terjed, tehát nincs álló téridő, ez egy baromság, ilyen koordinátorrendszer és és akkor majd oda tesszük az időt, meg kivesszük, meg. Hát ez egy baromság. Ez azért nem működik a fizika, alapjaiban 100 évvel ezelőtt úgy elrontották, de úgy elrontották a fizikát, ahogy csak lehetett. És most már 100 éve egyre jobban sántikál az egész történet, hogy ez öreg és nem jó, ki kéne innen törni, mert ez nem jó, ez a megoldás. Egy jó megoldás kéne. Én nekem semmi bajom nincs a fizikusokkal. Azzal van bajom, hogy nem csinálják a dolgokat. Sok fizikus barátom van, azoknak is megmondom. Nem ez volna a dolgod. Nem mernek lépni. Mert abban a pillanatban, hogyha lépne, bajba lenne. Mert ugye a többiek rögtön rávetik magukat, azt kigolyozzák. Tessék, parancsolj! Akkor már megbeszéltük a termodinamika második főtételét, ami szerint gyakorlatilag maga az élet, tehát az, hogy én mondjuk hazamegyek és csak fölporszívozok és rendet rakok. Igen. A termodinamika második főtétele szerint ez nem lehetséges, nem, pedig ott rendet rakok, azaz az entrópiát csökkentem. Úgy van. És ezért ő befejezte, hogy én csak véletlenül porszívoztam otthon, és ezért nagyobb rend lett, mint előtte volt.
Nem, csak véletlen. Ez de csak véletlen. Véletlen, amiről nincs véletlen, az a véletlen. Na, és szerintem az egész probléma itt van, hogy van egy olyan alapokon nyugszik a fizika. Egyébként nem, van sok probléma, de az egyik probléma az ez, hogy olyan alapokon nyugszik, hogy van egy-két ilyen átírt szabály, amit azért kicsit revizálni kéne, a másik pedig, hogy nem, nagyon lelimitálja magát, tehát a fizika, meg biofizika, meg kémia, meg biokémia, és akkor ezt nem ilyen szabadna. Interdisziplináris tudományokat, tudományközi tudományokat csinálnak, tehát van a biológia, meg a fizika, a kettő közé csinálni kell egy tudományt, az a biofizika. De miért kell, a kémia miért és a biológia közé kell egy biokémia. De miért kell így szétszedni? Miért kell szétmazsolázni mindent? Divide et impera. Hát, ja, hozd meg és uralkodj. Bizony. És azt szerintem, ami a fizikusoknak szól, az ennyi, hogy nem szabadna ilyen megosztottságot elfogadni, hanem igenis csapatban kéne dolgozni, és együtt. Na, még ezt fejezzük be, mert elkezdtük ezt elmondani. Akkor ez az erősítést, ezt én gondolkodtam. Ez a két oszcillátor szembe dolgozik egymással itt már. Csökkentik. És csökkentik, kioltják a jeleket. Na, de mi a lényege? De a hátulról jövőt, ezt nem hátulról oldjam. Jövő, az sokkal gyengébben jön. Tehát az előre-hátra viszonya ennek körülbelül 1:10. Mennyi? Körülbelül. De van neki előre-hátra viszonya, jobb, mint a jagi. A jagi egy sokelemes, tízelemes jagi, 27 fokos. Yeah. Ekkora a látószöge. Így mutatom a szöget, hogy lássátok. 30 fokos, a vonalzóban van. Ugye 45 fokos, meg a 30-60 fokos az a másik. Tehát a lényeg, hogy ezek itt adnak egy jelet, ezek a piezók. És a végül, nyilvánvalóan csak a végül érkező jel jut ki, mert a többiek nagyjából kioltják egymást. Tehát egymást tízés. Nagyon megjelenik a jel, az irányérzékeny jel, tehát nagyon látom a napot vele, a holdat, a Jupitert, a stb. Nagyon jól látom, és a fekete lyukakat. A legjobban, a legszebb képeket az X1-es fekete lyukról tudtam csinálni, ez a hattyú csillagkép nyakának a közepén van, nem látszik, hogy semmi, hiába nézegeted, vaksötét van ott, de ott van egy fekete lyuk abban az irányban, és az én távcsövem gravitációs távcső, ez ebben nem lehet belenézni, ez nem lencsék vannak benne meg. Szóval nem. Ez olyan, hogy az irány érzékeny az érkező gravitációs zajra. Tehát minden, ami abból az irányból érkezik, arra érzékeny. Ami innen érkezik, arra nem. És ennyi. És ebben már térképet lehet csinálni, tehát térképezni lehet a tömegeket, a körülöttünk lévő tömegeket. Jól lehet látni a napot, a holdat, a Jupitert, a Vénuszt, a Marsot láttam már, akkor a fekete lyukakat. A fekete lyukak a legfehérebb objektumok. Mert nálunk van egy kamuszínskála, ami most csak hangerőről szól, zajszintről szól. De ez azt jelenti, hogy a legzajosabb az a fehér, aztán utána megy egészen a kékig. Tessék, Marcson. Két gondolat. Az egyik az, hogy ez az előre-hátra viszony, ez javítható lenne, ha növelnénk a frekvenciát, szerintem, nagyon nagy mértékben. Ez az egyik gondolat. Ez 6 megával megy. Igen, és hogyha ezt növelnénk, mondjuk 6 gigára fölmennénk, valószínűleg akkor jobb lenne. Igen, de ahol csökkenni fog az irányérzékenység, mert a futásidővel baj van. Ja, hogy akkor meg a belső kapacitással, a futásidővel, tehát sok mindennel baj kezd lenni. Ez koaxiálisan van vezetve, tehát koncentrikusan van a vezetve neki a vezetéke, hogy éppen azért, hogy lehetőleg ne vegye meg az induktivitás, meg a kapacitás ezt a jelet. És az a lényeg, hogy ez ad jelet, működik, és ilyenekkel, ha valaki kíváncsi vagy, hogy néz ez ki, írd be azt, hogy újablak, rövid úval, újablak 51, egybeírva, és meg fogod találni azt a lapot, amin én erről írtam. Tessék, parancsolj! És pont ez a Gyuri bácsi nagyon sokat mondja, hogy ezek kamu színek, meg ilyen kiválasztott, igen, hogy fehér, meg... Mert csak a zajszint, rendeltünk egy szint. Tehát gyakorlatilag, ha ma én egy Hubble űrteleszkóp által készített fotót nézek,
mondhatni, az is ugyanúgy kamu, mert kamu. Ez egy digitális történet. Ó, persze. És persze. Oda azokat a pixeleket mutatják, amit akarnak, és azokat, amiket... Igen, az a legérdekesebb, az a hold belseje, az a lila, a zöld, ott a bal alsó sarokban, a lap bal alsó sarkában, az a lila zöld kép, mert hogy az azért érdekes, mert a hold belsejét mutatja, és azt mutatja, hogy a hold az egy tartály. Tehát van az a zöld, nem henger alakú a hold, hanem ez a távcsőnek az a hátránya az előnyeivel szemben, látja ugyan a gravitációs hullámokat, igen, de ezek az oszcillátorok részei az oszcillátornak, ami a jelet veszi. És miután részei, ezért visszacsatolódik. Tehát ez a visszacsatolás. Az eredetiben nem voltak benne az erősítők. Most azzal próbáltam csökkenteni a dolgot, hogy két külön oszcillátort ide is, meg ide is tettem egy oszcillátort, és akkor ilyen célmos inverterekből csináltam. 3 darab inverter körbe van kötve, olyan oszcillátorba tettem bele, de pontosabban ezek ezek az egyik az 74 nem 74, hanem 69, 40-69, az, hogy az a hex inverter, a másik meg pedig ennek a NAND kapu változata, ugye, a NAND kapu van benne, azért, mert én azt tudom szabályozni, tehát ebben van egy kis, a tápegységről jövő feszültségnek van egy kis potmétere, és nagyon lineárisan változik, a célmos icék valamiért nagyon lineárisan változnak a tápfeszültségre. Tehát ha csinálsz fel egy oszcillátort, akkor 3 darab invertert körbe kötöd, és akkor az oszcillál, mint a rossebb, annyira oszcillál, mindig elindul, nem úgy, mint az Orion TV-ben az oszcillátor, ez mindig elindul, és mert a páratlan számú ilyen inverterrel lehet csinálni. Lehet 1-ből, 3-ból, vagy 5-ből, vagy 7-ből, tehát ilyen inverterekből, körbe kötve lehet oszcillátort csinálni, és az rezeg. Hát a 3-fázisú oszcillátor kell, hát akkor ott van a 3 darab inverter, annak mindegyiknek a jelét külön kivezeted, azt jó van, az egy olyan 3-fázisú 120 fokokat van eltolva gyönyörűen. De lehet késleltetni a jelet, lehet huncutkodni vele, vagy formálni, meg szóval lehet vele variálni. Lényeg az, hogy rendes 3-fázist elvisz, mindent működtet. Azzal csinálják ezeket a léptető motorokat, mind azzal van megoldva. Tehát visszatérve erre, ez középre ad egy jelet, és ezt a középső jelet én beviszem aztán a számítógépbe, és egy hangkártyával érzékelem. Mert az AD átalakítók, azok piszok drágák voltak abban az időben, hát pláne amilyen nekünk kellett volna, a magasabb frekvencia. Mondtad, hogy a gigahertz, hát gigahertz, a AD átalakító az azért, akkor még ez nem volt egyszerű történet, hogy mondjam. És ezért, tehát, hogy analóg digitális átalakító, az a AD átalakító, tehát nem azt használtunk benne, hanem hangkártyát használtunk, összeüttettük a jelet, és a két jelet összeüttettük, az egyik szabályozható volt, a másik az a vett jel volt. És akkor a szabályozhatóhoz üttettem hozzá, akkor kijött neki egy eredő, és az volt az érdekes, hogy ez az eredő nyekerget össze-vissza, hogyha eltaláltam vele mondjuk a holdat, akkor nagyon megváltoztatta a hangmagasságát. És így a hangmagasságból csináltunk színt, vagy fényerősséget. Az előbb bejátszottad azokat az impulzusokat, amit a Szemlőhegyi barlangba vettünk föl. Érdekes, hogy a barlang kiáratában vártak minket egy specialista. Hát azért az érdekes volt. Hát, hogy mit csináltunk mi ott? Hát mondom, lent is voltak már lent is kóstolgattak minket. Jött egy család babakocsival, egy mama, a lánya, meg egy babakocsival egy gyerek. A vaksötét barlangból jöttek, na hát az azért érdekes volt, ugye? A koromsötét barlangból jöttek kifelé, föl is döntötték a mérőfejünket, mert hogy onnan jöttek, de onnan aztán senkit nem vártunk. És ott volt egy ilyen mélyedés, oda letámasztottuk a mérőfejet, és meg volt az eltérítésünk. Mi volt az? Hogy mozgott a föld? A föld forog, persze. Az az eltérítés. És ahogy ment az égen a mérőfej,
ezek a jelek, amik ott vannak most ezben, amit kitettél, azok a csillagok. Tehát mindig, amikor egy csillag átment a mérőfej, akkor egy zajosabb valamin átment, akkor mindig csinált egy ilyen impulzus csomagot. És nagyon sok ilyen ezért felvettünk, hát itt négyet be tudom mutatni ebből, négyet oda tettem neked, hogy mind a négyet tedd oda, és majd bemutatjuk őket sorba. A lényeg, hogy nem egyformák ezek, véletlenszerűen jönnek, mint hogy a csillagok az égen is véletlenszerűen vannak, vagyis hogy nincs véleted róla, hogy miért vannak úgy. De a lényeg az, hogy ilyen elég összevisszaságban vannak ezek, és ezek a jelek, ezek a csillagoknak a zajai, amit okoz. Most egyelőre csak annyit jelent, hogy onnan, abból az irányból gravitációs hullámokat kaptunk. Hogy ez még spektrálisan milyen, azt külön lehet analizálni, tehát ugyanúgy lehet spektrumanalízist csinálni majd rá, mint az összes hangra, hangkártyákra csinálnak spektrumanalízist, és itt hangfrekvenciák jönnek ki, tehát nagyon könnyű dolgunk van, és már mindent összegyűjtöttem, ilyen spektrumanalizátorokat, meg mindent, az közben összedőlt alattam a rendszer, nem azért, mert én rosszul csináltam valamit, akkor volt a rendszerváltás. És akkor nagyon jó lett volna, minden meg lett volna, sőt, annyi magánpénzem lett volna, mert ilyen fejlőházat kellett volna csinálni, elektronikát, meg ilyeneket, ami én sokkal jobbat, mint a holland, meg az amerikaiat. Megnéztem mind a kettőt, vékony volt. Szóval én úgyhogy összekapartam volna magam, ennél 10-szer jobbat is tudtam csinálni. Mint ahogy nekiláttunk a haverommal monoszkóp generátort fejleszteni, amit a tévé sugárzott, amikor nem volt adás, emlékeztesz biztos rá, most ez már nem annyira divat, de amikor nem volt adás, akkor sugárzott egy ilyen monoszkópot, hogy a tévészerelők tudjanak dolgozni. Néha sugározta, nem mindig. Ezen a képen, amit most felraktál, éppen látszik, hogy nagyon sok csillag van abban az irányban, és nagyon sok jelet mutatott ez, és nem voltunk ahogy a barlangban, a sötét barlangban. Oda jött hozzánk ezért, hogy mit csinálunk, mondom, hogy távcsövezünk. De ők meg jönnek alá. Jönnek a vaksötét barlangba, és mit csinálunk? Távcsövezünk. Elbeszélgettünk. Távcsövezünk. Akkor jött egy másik pali, hogy mit csinálunk, mondom, távcsövezünk. Hát persze teljesen hülyének néztek minket, mert hogy hát barlangba távcsöveznek, hát ilyen hülyeséget. Pedig azért mentünk le a barlangba, hogy ne legyen rádiózavar. És nagyon jó is volt, nagyon jó működött ez a mérőfej, és van egy ilyen tárolós oszcilloszkóp, arra vettük ezt föl. Ott látszik is a jele, alul, hogy ez egy tárolószkópnak a jele. És a fiamnak a tárolószkópja, most már nekem is van itt ilyen tárolószkópom, de akkor még éppen nekem nem volt, csak a fiamnak, ami el tudta a mért jeleket tárolni digitálisan, és ez a lényeg benne, hogy látszanak vele a csillagok. És hogyha így látszanak vele a csillagok, akkor ebben le lehet elég korrekt irányérzékeny. Van neki előre-hátra zaja, ez igaz, tehát nem olyan, mint a fénytávcsövek, de amennyiben már mind a kettő megvan, akkor ki lehet negálni belőle, meg biztos, hogy meg lehet csinálni, bár minden mozog, ezt hozzá kell tenni. Nehéz kinegálni, de minden kavar és mozog. Tehát az, amire azt hiszed, hogy az ott áll, ilyen, hogy álló csillag, ez egy baromság, nincs álló csillag. Nincs olyan, hogy álló csillag, az nem létezik. Mert a bolygók, igen, a bolygók gyorsan mozognak, a csillagok lassan, de az se áll. Mert hogy látszólag ugyanarra van 100 év múlva is, igen, de azért nem. Mert hogy a Föld tenge is se oda néz, mert 72 évenként egy fokkal arrább megy a földtengely az égen. Leír egy nagy kört az égen, 2600 évvel leír. Ez a plátoni év. Nem, 26 ezer év, majdnem 26 ezer. 25.960 vagy 20, vagy nem, így van valahogy. De csak ugye az a nagy érdekesség az egészben, hogy ezt a Platon honnan a francból tudta. Bocsánatot kérek. Nem ért 72 évet se. Most akkor egy fokot elment az ég. Mivel mérte? Nem, ez csak kijelentette.
Na jó, de hát... De honnan tudta? Igaz, de honnan tudta? Ja, ez a nagy kérdés, hogy ezeket úgy nem érdekes, nem fontos. Tényleg? Honnan tudta Pláton, hogy a Pláton év ilyen sokáig tart, ugye? Hogy az égen a rotál a földtengely, kacsázik körbe-körbe, és ez 26 ezer év alatt tesz egy fordulatot. Tehát most a sarkcsillag az a, ugye az a Polarisnak nevezett csillag, de már nem az a sarkcsillag egészen, mert az már egy kis kört írt le, az én mérésemre is kört írt le. Tehát egy kis kört ír le az égen, mert egy nap alatt leír egy kicsi kört. Mert már nem oda mutat a földtengely. És egészen máshová fog mutatni mondjuk 10 000 év múlva. Tehát kit érdekel, ez már nem fontos, de fontos. Amikor a csillagászat elkezdett följönni, és én nagyon szeretem a csillagászatot, hozzáteszem, nagyon szeretem. És az a lényege, hogy a Zombori Otónak tegnap gratuláltam a születésnapjához éppen, aki a Urániának volt az igazgatója. Én már alatta nem jártam föl, amikor már ő volt az igazgató, már nem igen voltam én ott fönt, még a Kulin György idejében, én attól tanultam csillagászatot. Ő egy nagyon aranyos, jó ember volt, és attól tanultam csillagászatot. És a nagy Heidét ott csavargattam meg. De persze. Nagyon érdekes, mert befutott hozzám jó sok évtizeddel később egy fiatal 118 éves, és kiderült, hogy ő is a Heidét csavargatta. Tehát, hogy ugyanazt a bemutató csillagászati távcsövet, ami egy 100 éves német távcső, aztán most átvitték valahova a Konkoly-tegére azt a nagy távcsövet. Jó kis távcső volt, lencsés távcső volt. Newton. Nem. Nem Newton. Newton az fordítva. Igen. Tehát az van, hogy ez még lencsés távcső volt. És az a fontos az egészben, hogy nekem van itt nagyon jó tükrös távcsövem is, az ilyen 20 centis tükörrel, az már nagyon, nagyon ott van. 20 centi az már ekkora nagy tükör. Hát azzal már lehet ám. Hubble 70 centi? Igen, hát ez csak 70 mm-es, amit mögöttem van ez a fehér távcső, ez csak 70 mm-es, ez ekkora. És látszik benne? Látszik, néztem. Na, az egy 70 mm-es, de ezzel is már látszik a Jupiternek a holdja, a Saturnusnak a nagy holdja, a Titán látszik vele. Titán látjátok majd a táborba. Mert hogy leszoktuk vinni a nyári táborba, és akkor ott a fiatalokat tanítjuk csillagászatra, űrkutatásra, ilyenekre is tanítjuk. A gépeket. Mert ez egy lelkészi iskola, de hogy mondjam neked? Én annak idén a pártitkárnak is mondtam, hogy szarba lesztek, mert a papok tanulják a marxizmus-leninizmus, de te nem tanulod a hittont. És szarba lesztek, mert nem leszel vitapartner. Tehát ő érteni fog a marxizmushoz, de te nem fogsz érteni az Isten tanulhoz. Egyáltalán semmit, mert ilyen nagy arc volt. Jó van, de meglátott, hogy rövidesen ebbe bajba is lettek. Most ez már az, amit ő annyira istenített, az aztán ment a lecsóba, most megint megpróbálják visszacsempészni az asztalra a marxizmust. Állítottak itt szavarot a Marsznak. Igen. Nem. Na mindegy. Leninnek Németországban. Leninnek, persze. Jobban voltam vele. Szóval visszatérve, milyen kérdésed van, parancsolj? Teljesen más kérdés, nem de van. Nagyon sokat beszéltünk itt a hangról és a gravitációról. És azon elmélkedtem, hogy a 60-as, 70-es években a leggyorsabb amerikai űrrepülő, vagy nem, a kémrepülő az az SR-71, az 3,5 Mach-al ment. És nagyon érdekes, az oroszoknál is 3,3 körül ment. És mindig arra hivatkoztak, hogy a hőfal miatt, hogy hú, akkor már nagyon melegedett meg, ezért nem tudtak ők gyorsabban menni. És ma már lehet hallani, hogy az X, nem tudom melyik X, valamelyik X, az már 6-szoros hangsebességgel tud menni. De van itt nekem egy nagyon nagy ugrás. Tehát az a 3,5 és a 6 között, ott van egy nagy ugrás.
hiányzik az orráról a dárda ennek, tudod? Hogy mondjam el a kérdést? Hogy mondjam el a kérdést? Mondjad a kérdést. Tehát én azon elmélkedtem, hogy ez az SR-71 meg a többi, ezek azért tudtak csak annyival menni, mert mindig is a templomtornyoknak ez a szöge, ez a 3,14-3,16 körül, ott valami történik, és az is elhangzott, hogy a gravitációs hullámok és a hanghullámok nagyon hasonlítanak egymásra. Nem lehet, hogy itt ebbe a 3 egész valaminél ott a hanghullámoknak a viselkedése a levegőben nagyon megváltozik, amiről iszonyatosan nem hallunk sehol se. Na, azt a képet majd mutassuk meg, ennek már ott van a dárda az orrán. Azt azért érdekes, mert amit felraktam most, annak már ott van a dárda az orrán, de miért? Hogy megnyissa a hangkupot. Ha nem nyitja meg egy dárdával a hangkupot, akkor a repülőgépnek a tömte orra az borzasztó durva nagy légellenállás. Tehát ez négyzetesen nő a légellenállás körülbelül. Még akkor is, ha parabolikus az eleje, akkor is nagyon erősen nő a légellenállása, és azért fölmelegszik az eleje, az orrkupja a repülőnek. De erről nincs a fizikában szó. Én legalábbis én egy kicsit hát a fizikában sok minden nincs. Ugye, mert bevitték az aranyketrecces tudományba a dolgokat, a ketrecből kifelé nincs kiárat, és nem is adnak át tudást. Tehát már nagyon régóta nem. Itt már majdnem űrruhában vannak a pilóták, ha megnézed. Mert sokat mesélnek például az a hajtóműről, hogy annak az állíthatósága meg ilyenek, de magának a repülő szerkezetnek a kialakítása is, hogy ez a 3,5 hangmach körül, szerintem ott valami történik, ami miatt nagyon sokáig nem tudták átlépni azt a sebességet. Hát valószínűleg a... Ugye, mert mondtad azt, hogy a 3,16 meg az a gyök 10. Igen. Ugye? Az azt jelenti, hogy csak hogy a hallgatók is értsék, mert itt egymás között mi beszélünk, hogy az időforrás gyorsabban halad, mint ahogy terjed, méghozzá 3,14-szeresen vagy 16-szorosan. A 3,14-szeres az az anyagi részecskékhez tartozó határsebesség, a 3,16-szoros meg a téridőhöz. Ennek a legalsó értéke az fél pi. 1,57 körül van. Az a legalsó érték a téridőnél. És az benne a lényeg, hogy ezek tahionok. A tahion az azt jelenti, hogy sebes vándor, tehát gyorsabban megy, mint ahogy terjed. Ezt már több mint 60 éve felfedezték, 80 éve felfedezték. Ennek ellenére ugye elsúnyogták. Persze, mert elment az aranyketrecses tudományba a történet. Mert a térugrásos hajtóművekben, meg ezekben már tértechnológia nélkül sehol nem vagy. Egyszerűen sehol. Tehát kiszivárogtatták, hogy hipertér, de nem mondták el, hogy mi az. Nem nagyon ismeretterjesztő anyagban nem találkoztam hipertérrel. Egy helyen találkoztam jó tértechnológiával, de az is már eltűnt. Kim volt egy darabig, nekem persze megvan, meg még haverjának is megvan, tehát ezt elmentettük noná. A Washingtoni Egyetemnek volt egy Kramer nevezetű professzora, és az tértechnológiával valóban foglalkozott. Már nem találod meg, ne is keresd. Még a Darknet-en láttam, megjelent, de aztán onnan is eltűnt. Tehát vadásszák, hogy eltüntessék, és ő null időről is írt meg ilyenekről. No time-ot is írt. Tehát volt ilyen cikke, hogy no time, nem idő. Amiről én beszél, nem tér, nem idő, ugye arról én sokat beszéltem már. Tehát ez minek ilyen nem idő, meg minek ilyen, nem értettől, hogy miről van szó, de úgyis szar, amit én mondok. Hát így nem lehet. Így nem lehet beszélgetni. De ugye az a nem idő réteg, abba kell űrhajozni. Tehát az űrhajózás jövője, ha ezt megérted, akkor tudsz űrhajózni, akkor el tudod hagyni a naprendszert, különben nem tudod elhagyni. Lehet, hogy úgyse jössz vissza. De már úgyse jönnél vissza, de nem is tudod elhagyni. Tehát van ilyen probléma, hogy nem tudod elhagyni. Egy fényévre van egy határ, körülbelül egy fényévre van egy határ, amit nem tudsz átlépni. Ha neki mész, nem tudod átlépni. Ez a Kuiper-öv és a Oort felhő. Az Oort felhő, úgy van. A Kuiper-öv az egészen az Oort felhőjét tart, az egy lapos, mint a Szaturnusznak a gyűrűje, de az egy nagyon nagy lapos palacsinta. Az, hát ugye egy fényév nagy palacsinta, az nagyon nagy. Az ilyen törmelék.
az előző naprendszereknek a hulladékai ott keringenek körbe, és az orszfelhőbe is, de az gömb alakú. A Kuiper-öv az ilyen palacsinta. Az kiér egészen az orszfelhőig, és ott hirtelen átmegy gömbbe. Senki nem tudja, hogy miért. Úgy találod meg róla a képeket, hogy O-Ort, két óval írva találod meg, és akkor meg fogod találni az orszfelhőt. Képek Ort. És a képekre váltasz Ort, és akkor ott lesz. Orszfelhő, nagyon sokat beszéltünk már róla, ez a naprendszer határa. Ez egy buborék. Ez egy háromdimenzió határa, dimenziós határa rendelkező buborék. Kívül 4D van. Olyan, aki mész, mint a ilyen opalizáló, mint a egy nagy pohár vízbe belecsöppentesz egy pár csepp tejet. És akkor ilyen opalizáló lesz. Tehát, hogy szétoszlik a vízbe, és ilyen opalizáló lesz. Minden világít, mert 4D-ben minden világít. De ott nincs fény. De ott nincs fény. Ez a fizikai fény nincs. Ez nincsen. És ezt nem is látod, viszont minden világít, és meditációban is, ha elviszlek a 4D-be, akkor látod ezeket. Fantasztikus. És nem... Jó. Elmentünk, sokszor megnéztük. Nagyon más minden, az egy másmilyen világ. De ha oda kimész, nem tudsz visszatalálni. Tehát az egy csapda, mert mondjuk olyan nagy lélek vagy, de aki elfelejtette és tapasztalatlan, hogy kell ott mozogni, az nagy probléma. Mondjuk nagyon sok ezer éve itt van már a Földön, és elfelejtődött neki. Akkor, amikor kimegy, nem talál vissza. Mert nem tudja, hogy kell kezelni. Egyáltalán az agyában nincs, mint a gyerek a hatsávos úton. Ami oda-vissza hatsáv, az át akarna menni az óvodás, de hát aztán ott jönnek, mint a gép, és nem tud átjutni, előbb-utóbb elcsapják. Hát ugyanezt történik a 4D-ben is, eltévedsz, nem találsz haza, soha többet. Tessék, parancsolj. A Terembura határa szűri az infravörös fénytartományt? Szűri az összes fénytartományt, azért fekete az ég. Az Olbers paradoxon tessék megnézni, az Olbers az egy csillagász volt, kiszámolta, hogy az egész égnek olyan világosnak kéne lenni körbe, mint a telihold felszíne, az egész égnek úgy, ahogy van, éjjel-nappal olyan világosnak kéne lenni, mert ha minden irányban csillagok vannak, mindegy, hogy kiszámolta pontosan azt, hogy a csillagát nézetes, a távolság nézetével csökken, mindegy kiszámolt, és megcsinált egy képletet, és ebbe a képletbe kiderült, hogy az egész égnek világosnak kéne lenni, azért paradoxon, mert nem világos. Hanem sötét az ég, vakfekete az ég, majdnem, és a csillagok rajta. Innen, Pesten már nagyon sötét az ég, vagyis, hogy van egy ilyen derengő fény mindig, de már csak a legfényesebb csillagok látszanak, már a nullások alig látszanak. Ugye, az mondjuk a Véga. És már alig látszik. Nyáron vidéken nagyon szépen látszik, de innen a városból már nem látszik. Talán 10-15 csillagot látok az égen összesen. A nagy bolygókat, a Vénusz az nem nagy bolygó, de közel van. A Vénusz az nagyon fényes tud lenni, a Merkur az halványka, a Marsot megint csak, amikor Föld közel van, nagyon jól lehetett látni. A Jupiter az mindig lehet látni szinte. Én a holdjait is látom, szabad szemmel is. Ilyen nagyon parányi pontocskák, így egysorban egy és lehet látni, ha másnap ránézek, hogy már nem úgy állnak, mert azok keringenek, elég sűrűn és gyorsan keringenek a Jupiter körül, úgyhogy egy nap múlva megnézed, már nagyon másképp állnak. Ez nagyon-nagyon érdekes. Na, tessék, parancsolj! Hát vissza fogunk még térni, mert hogy még van izgalmas dolog, beszélgetünk még a gravitációs hullámokról, amiről szinte senki semmit nem tud. Vannak mesék, mesketék, és majd még beszélünk róla. Innen folytatjuk. Köszönöm szépen addig.